tartsanak velünk holnap reggel is 5 óra 5 perctől a napkeltében. Tervezett témáink holnapra. Keresztűzben Lendva Ildikó a zeneszék akció vezetője. Miért lépett vissza Pereitől Vásárhelyi Mária? Van esélye a Lungodrommal szemben a Demokratikus Roma Koalíciónak? Vendégünk Horváth Aladár a szervezet elnöke. Vádemelés Enervo ügyben, a beszélőben dr. Pintér András ügyvéd. Ezért mentünk Ciprusra. A Sportpluszban Gyászás Tamás vendége Gellei Imre, a labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. Mi van a kőbányai iskola bezárások hátterében? A stúdióban Andrus Sándor polgármester és Szabó Péter Pányi. Fő a város. Tartsanak velünk holnap reggel is. Védelme, gondozása és megfelelő kihasználása az egész nemzet érdeke. A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet a modern földjogi szabályozás mellett egy új programmal segíti a gazdákat és az agráriumot, földet életjáradékért. Részletes információt az NFA főváros és vidéki irodáiban, a www.nfa.hu weboldalon, valamint az ingyenesen hívható 0682-204-266-os zöld számunkon kaphatnak. Jöjjenek, mi segítünk! Aki velünk marad, garantáltan nem bánja meg, egy furcsa pár, egy szókimondó egykori filmcsillag és egy finomkodó mintaféri menedzser élete, egy tragédia és egy botrányból sikerré váló könyv árnyékában. Bővebben? Ja, a tehetség nem minden. Szereplői zseniálisan alakítják a tehetségtelen írónőt, a leáldozóban lévő filmcsillagot, ahogy hallottuk, és az ügyes menedzsert. Jó filmekből egyébként nem lesz hiány a jövő héten sem. Ne csodálkozom, hogy a Brinkmann család és a Fekete Erdő Klinika kedves története belopta magát a szívébe. De nem is hagyjuk önöket újabb epizódok nélkül, mert indul a legfrissebb sorozat eddig soha nem látott részekkel. A Klinikánál folytatódik egy egészen új történet folyammal a megszokott időben és helyen a Magyar Televízió képernyőjén. A Klinika. Néha arról álmodom, hogy valami egészen nagyszerű is tettet hajtok végre. Itt vagyok a bankban, meg megtámadtatok. Hogy micsoda? Ez már igazán túlzás. Így folytatják, személyesen beszélek a bankigazgatóval. Ha egy talpra esett, okos, újító, vakmerő, erős és mindenek előtt ellenállhatatlan vonzerővel rendelkező férfira van szüksége, akkor Fowler felügyelő az ön ember. Mr. Bean új szerepben, hétköznap délutánonként a Magyar Televízió műsorán.